Tisztelt Németh Sándor! Most emlékeznek a II. Világháború befejezéséről, egy kérdéssel fordulok önhöz. A németek által elkövetett kegyetlenségek ma is elítélendőek, és el is ítélik őket, de szerintem, amit ma Izrael tesz a palesztinokkal, sokak szerint az is hasonlatos ahhoz, amit a németek csináltak a zsidókkal. Hiszen Isten azt mondta a 10 parancsolat egyikében, hogy ne ölj, üdvözlettel álká. Azt el szeretném mondani, hogy rendszeresen ilyen kérdésekkel bombáznak engemet, vagy provokáció, vagy nem, de én mindig ugyanazt mondom. Következőt szeretném ezzel kapcsolatosan elmondani. Nagyon sokat jártam Izraelbe, és ezt a témát utána néztem, és rendszeresen most is a háború után megnéztem. Én már azt tartom nagyon botrányosnak, hogy a világ legsűrűbben lakott területéről, Gázáról beszélek, rakétát lőnek ki a civil lakosság körében, civileket lőnek, és utána persze, hogy kiprovokálják a válaszcsapásokat, és sajnálatos mondom, a válaszcsapásoknak vannak szükségszerűen civil áldozatai. Engemet az bosszant, sokszor ezekben a hírekben, ahogy értelmezik az emberek ezeket az eseményeket, hogy miért nem a hamaszosokat kérik számon, hogy miért gondolják azt, vagy miért teszik azt, hogy a világ legsűrűbben lakott területéről lövik ki a rakétát. Nyilvánvalóan, hogy benn van az a szándék, hogy civilek halljanak meg, ezért nekem az az álláspontom, sajnálom a palesztin embereknek a szenvedését, de ezért elsősorban a palesztin nép vezetői a felelősek. Mert bármely nemzet, ha az ő területét lövik rakétával, és az ő városaiba civil embereket, voltam olyan városokban, ahol óvodásokra lőttek, gyerekekre, mindig rendszeresen akkor lőtték ki rájuk a rakétát, amikor mentek az óvodába, illetve az iskolába. Na most kérdezem, ne adj Isten, távol legyen, távol tartson Isten minden, itt ebben a térségben, minden embert ilyen szándéktól. Most egy nemzetnek, egy országnak, egy államhatalomnak nincs joga megvédeni az állampolgárait. Rengeteg tanulmány íródott. Egyetlen egy konfliktust nem Izrael provokált ki. Ha valakik szeretnének békében élni, többször meggyőzöttem róla, az Izraelnek a polgárai, zsidó lakossága. Alig várják. Nem véletlen, hogy az egyik kulcsszó, amit nagyon gyakran lehet hallani a szájukból, a shalom, a béke. Tehát az Izraelnek a ellenségei híresztelik. A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Izrael állam soha nem tagadta, hogy voltak visszaélések. Bizonyos katonatisztek elfeledkeztek magukról, és ezért rendszeresen a katonai incidensek után komoly vizsgálatokat indítanak el, hogy a felelősséget megalapítsák, és a felelősöket számon kérjék. Most is egyébként a legutolsó konfliktus után ez történik most Izraelbe. Több katonát kihallgattak, több katona tanúvallomást tett, és kiderült, hogy igen, voltak visszaélések. Több olyan dolog történt a háború során, amikor katonák elveszítették az idegrendszerük fölött a uralmat, és szörnyű dolgokat tettek, és ezeket az embereket Izraelben rendszeresen, és most is felelősségre vonni, de ez kivétel, ez nem jellemző a kormánynak, illetve az izraeli társadalomnak a magatartására. De furcsa, még egy dolgot hadd mondjak el, ami elgondolkoztató, hogy sokkal több embertelenség és kegyetlenség történik itt a szomszédban, Ukrajna és Oroszország közötti konfliktusra gondolok, vagy nem olyan távol van az észak-iraki konfliktus, az iszlám állam egy vége, amit elkövetett, és az a döbbenetes számomra, hogy hát megjelenik a világ sajtóba természetesen, de így az emberek közötti szóbeszédben nem kap akkora hangsúlyt
és különösen nem kap hangsúlyt, hogy Afrikában például mészárolják szintén a keresztényeket, meg más vallású és etnikai embereket is. Imádkozni kell, hogy Isten békét adjon a világnak, hogy az evangélium tudjon terjedni. Háború nem alkalmas arra, hogy az evangélium terjedjen. Háború az mindig egy rendkívüli helyzetet eredményez, és ezért az emberek nem tudnak Istennel foglalkozni, és hát nagyon sokszor ilyen katonai konfliktus idején alatt az emberek úgymond elaljasodnak.